A trianoni béke lesújtó következményekkel járt Magyarország számára. Hazánk a területeivel együtt elvesztette iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át. A szekszárdi megemlékezésen beszédet mondott Gyurkovics János, a vármegyeszékhely alpolgármestere. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került új határokon túlra, felük összefüggő tömbben a határok mentén. Leginkább ezért vagyunk ma itt, és ezért fáj annyira ma is, ha rá gondolunk. Mikor az ember már hitte volna, hogy szerencsésen túlélt egy háborút, és végigértek a megpróbáltatások, honfitársaink millióinak akkor kezdődtek csak igazán. Felszólalt és egyházi áldást mondott Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész. Többek között az összetartozás fontosságáról és a közösség erejéről beszélt. Jézus Krisztus azt mondja a Márk evangélium a harmadik fejezetében, ha egy háznép meghasonlik önmagával, az a háznép nem maradhat fenn. Muszáj elfogadnunk. Nemzeti összetartozás napján imádsággal, egymással mellettünk ülőre nézve egyszerűen muszáj elfogadnunk, hogy összetartozunk. Ezzel számolni lehet, sőt kell, különben tönkre megyünk. De ha ezzel számolunk, akkor élhetjük, kereshetjük. Mindig újra definiálhatjuk a küldetést. Milyen sorsot, küldetést kaptunk a nemzetek között. Tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangján elkopni nem vagyok. A szekszárdi Ady Endre iskola diákjai irodalmi megemlékezéssel készültek. A megjelentek az ünnepély után a Béla Király téren álló országzászlónál koszorúztak. A Bonyhádi Dombóvári és Tolnai megemlékezéseket a szerdai híradónkban tekinthetik meg.